nagyon nagy ünnep Balmazújvároson, hogy egy munkácsi kiállítást köszönthetünk. És azt hiszem, hogy ez nem csak a mi ünnepünk, hanem minden művészetet szerető embernek az ünnepe, határon innen és túl. És bízom benne, hogy nagyon sokan érzik azt, hogy el kell jönni ide, meg kell nézni a magyar festészet egyik legnagyobb alkotójának a kiállítását. Nem kell ehhez a fővárosba menni, nem kell máshova elmenni, hanem itt helyben, egy kisvárosban is meg lehet nézni. Itt a teljes életművet át lehet tekinteni, tehát mindaz, ami Munkácsi festészetét jellemzi, minden korszakból ebben a kiállításban látható egy-egy kép. Ha végignézzük a kiállítást, akkor megértjük, hogy miért volt akkor a sikere Munkácsinak a 19. század második felében, amikor élt és dolgozott, illetve bizonyos értelemben azt is, hogy miért volt egy időszak, amikor erről kevesebbet esett szó. Szerencsére a művészet történet ma már sokkal nyitottabb, mint mondjuk 40-50 évvel ezelőtt, és így ennek köszönhetően Munkácsi teljes életművét értékelni tudja, nem csak a szakma, illetve nem csak a közember, hanem a szakma is, és ez itt ebben a kiállításban jól látható. Egészen kisgyerekek is megtalálják benne a szépséget, és én úgy gondolom, hogy minden korosztály számára ez egy feltöltődést adhat, hiszen olyan képeket látunk, ami megfog bárkit. Munkácsi valóban az egyik legismertebb művész Magyarországon, én úgy gondolom, és a különleges műveit érdemes megnézni, hiszen egy tárlat valóban mindenkinek azt adja, ami a művészet élménye, és talán a saját életüknek is van egy-egy olyan szakasza, amit bele tudnak illeszteni. Hogy ez kinek nyílt ez a kiállítás, én abban bizony minden magyar embernek határon innen és túl, hiszen a világ egyik leghíresebb magyar festőjének a képei vannak itt, egy olyan magángyűjtemény, amely a világ legnagyobb magángyűjteménye, tehát azt hiszem, hogy joggal lehetünk büszkék arra, és talán joggal remélhetem, hogy nagyon-nagyon sokan el fognak látogatni. Az első dolog, ami megtetszett Balmazújvárosban, az emberek. Olyan szeretettel fogadtak bennünket, és olyan szeretettel öleltek át bennünket, hogy olyan jó érzés idejönni most is, és akkor is egy-két alatt, hogy itt voltunk, nagyon jó éreztük. Nagyon jó barátokat szereztünk, és azt gondolom, ennél szebb dolog nem lehet, amikor barátság van, és látjuk, hogy az itt élő emberek szorgalmasak és alkotók. Ez a kastély is egy alkotás, valamikor megépítették, és nem hagyták ezt elveszni, és ezért a képviselő úrnak és polgármester asszonynak meg kell köszönni, meg kell hajolni, mert amikor én bejöttem a kastélyba, akkor rögtön megfogalmazódott bennem, hogy ide kellene hoznom a Munkácsi kiállítást. A Semsei remélhetőleg fentről jóváhagyólag tekint le ránk, és örül, hogy itt lehetünk. Hadd mondjam azt, hogy lehet, hogy mind a ketten, tehát, hogy Munkácsi is, és Semsei is most együtt tekintenek le erre a kiállító térre. Pák Imre világhírű gyűjteményének a nagy része, többsége most elérkezett Balmazújvárosra. Melyik az a része a gyűjteménynek, ami az ön részére, az ön számára a legvonzóbbnak tűnik, a legizgalmasabbnak? Talán, ami mögöttünk áll a két család. Nagyon sok előtanulmánya van ennek a képnek, nagyon sokat láttam én is, irodalmaztam utána. Talán az egyik lehet a család miatt, talán az egyik legfontosabb, ami hozzám közel áll. De ez a gyűjtemény önmagában páratlan, így az egészét tekintve már egyszer körbejárva is azt mondom, hogy ezt az életutat bejárva, viszonylag rövid életutat bejárva, ekkora alkotást a magyarságra ráhagyni, szinte értékelhetetlen. Amikor én először meghallottam képviselő úton, hogy gyűjtemény érkezik, azt hittem, hogy előtanulmányok, rajzok fognak érkezni, és akkor mondta, hogy mekkora gyűjtemény látogat el Balmazújvárosra. Onnantól kezdve magam lehetőségű, és azon dolgozunk, hogy minél többen megismerjék, minél többen eljöhessenek ezt a kiállítást megtekinteni, és az országban egyedülálló, az elhangzott itt a művészettörténész asszony, hogy Debrecenben volt egy hasonló 11 néhány évvel ezelőtt, illetve egy állandó kiállítás van a Nemzeti Öngalériában. Aki szereti a realista festészetet, aki érdeklődik Pál László után, Telepi Ligeti után, annak azt hiszem több órás tanulmányúton
arra kell felkészülnie, és ezt egyszer nem lehet megnézni, ezt nagyon sokszor meg kell nézni, hogy az ember igazán értékelje, és igazán úgymond kiélje magát a képek előtt, hisz olyan kisugárzása van egy-egy képnek, olyan színhasználata van egy-egy képnek, ami előtt akár 10-15 perceket az ember elemzéssel foglalkozik, olyan mi volt a gondolata a művésznek, hogy tudta ennyire megjeleníteni, és az a világ, amit megjelenített az 1800-as évek közepe, vége, olyan tényleg ilyen volt? És ez mindig visszaköszön mindenképpen. Hihetetlenül melegszívű ember volt Munkácsi. A családot, mint olyant is nagyra értékelte. Nekik nem volt gyerekük, illetve hát született egy gyerekük, de meghalt, azt hiszem, hogy egy napos korában. Ezért ő neki különösen sokat jelentett az, hogyha gyerekeket festett. Tehát ez valamiképpen fontos volt számára. De mindenkit támogatott, tehát fiatal festőket, Párizsba kiutazó fiatal magyar festők mindig támogatásra, otthonra találtak Munkácsi környezetében. Ez nagyon fontos. Nekem a szalonképek tetszenek, főleg Munkácsitól, de én azért bővebben láttam már a gyűjtemények azon részét is, ami még nincs kiállítva. De hát aki bemegy, és a világ legnagyobb egyháztörténeti eseményét, a trilógiát megnézi, és ott áll, akkor földbe gyökerezik a lába, és azt mondja, igen, van Isten. Ugye elnézi nekem, hogyha azt mondom, hogy nekem itt mindenkit nagyon kedves. Nekem. De szubjektív vélemény. De őszintén, mint művészettörténész, mint művészettel foglalkozó ember, melyik az a korszaka, ami szakmai szempontból, szakmai szemmel nézve a legértékesebbnek tűnik? Azért nehéz válaszolni, mert az, hogy szakmailag mi értékes, az mindig korfüggő. Mindig visszafele értékelünk. Hát abból, ami minket ma érdekel, abból nézzük meg, hogy minek találjuk meg az előzményét. Ezért volt az, hogy amikor szinte teljes mértékben csak a modernitás uralta a szénát, tehát az volt a legértékesebbnek tekintve, akkor kizárólag a realista képeket vettük igazi értéknek Munkácsinál. Ma, amikor sokszínűvé vált ez a bizonyos szellemi paletta is, a művészettörténészek palettája, tehát értékeljük a szecessziót, értékeljük a szimbolizmust, rengeteg olyan, akár ezt a fajta, azt kell mondanom, hogy eklektikát, ami a 19. század végét jellemzi, ahol rengeteg vizuális tapasztalat gyűlik össze, és ezt valaki hihetetlen zsenialitással, ahogy mondta, tudja mozgatni és összerakni. Ma már Munkácsinak a késői képeit is ugyanolyan nagyra értékeljük, mint a korábbiakat. Tehát én nem tudnám azt mondani, hogy egyik értékesebb, mint a másik. Attól függ, hogy milyen szempontból értékeljük. Balmazújváros lakosságát szeretnénk kiszolgálni azzal, hogy amit lehet idehozunk, hiszen Veres Péter is mindig azt mondta, hogy ide kell hoznunk mindent, ami szép, ami jó, ami nemes és amit érdemes. Munkácsi életművel elképesztően gazdag. Hihetetlen mennyiségű képet készített, elég sok van magántulajdonban, itt nálunk Magyarországon is. Viszont ezen a kiállításon ikonikus kép is látható. Ásító Ignas, hogyan sikerült megszerezni? Igazából itt a képekről mi nem beszéltünk, tehát amikor a Pák Imre itt járt Balmazújváron és polgármester asszonnyal leültünk vele beszélni, megnézte a helyszínt, tetszett neki, és azt mondta, hogy eldönti, hogy elhozza-e a magánygyűjteményét, egy ilyen nagy számból álló magángyűjteményt, hiszen a világ legnagyobb magánygyűjteménye az a Pák Imré, és ennek a gyűjteménynek a része az Ásító Ignas is, és természetesen egy fantasztikus érzés, ahogy az ember belép ide, és ott az ajtó mellett ezt a képet látja. Tehát azt hiszem, hogy olyanok számára is, akik egyébként nem rajonganak a művészetért, de egy felemelő érzés ilyen képek társaságában lenni, és ilyen képeket megcsodálni. A festők egy részének, az alkotók egy részének vannak nagy alkotásai, és vannak bizony olyan alkotásai, amik a megélhetés jelenti. Munkácsinál valahogy ez a kettő nem válik el egymástól. Az interjér képei pontosan ugyanolyan impozánsak, mint a nagy, akár a Krisztus sorozatból, vagy a korai képeire gondolok. Nem látok különbséget. Teljes mértékben egyet tudok érteni, és ez azért is nagyon jó, mert nagyon sokszor vádolták Munkácsit azzal, hogy pénzért dolgozott. Na most kérdem én, egy festő miért dolgozott volna akkor, amikor ebből élt? Tehát egyszerűen ez volt a megélhetése a festőknek, van az időben is, meg hát talán most is. Tehát ez teljesen normális, hogy valaki a képeiért pénzt kapjon, de soha a minőség
rovására ez nem ment munkásra, úgy, ahogy itt ön is mondta, valójában tényleg ezek a szalonképek, amelyek vagy megrendelésre készültek, vagy nem. Tehát azt gondolom, hogy ezeket Munkácsi maga indította el a témákat, de nagyon gyorsan megvásárolták tőle. Tehát, ezek a képek egyáltalán nem komerciálisak, ez látható. Tehát, hogy komolyan vett minden egyes ecset, vonást, amit ráhúzott a képekre. Digitális világunkból egy analóg korszakra tekintünk most vissza. Igen, ez egy nagyon fontos, talán én hozzám is azért áll a realista festészet korán, sokkal közelebb, mint esetlegesen más időszakok, hogy egy picit a digitális is visszaköszön. Tehát ugyanazt látjuk, mint amit szembe látunk, természetesen a művész egy picit ezt átértékelte, másképp látta, ahogy ő szerette volna látni, lehet számára is csak egy vízió volt ez, picit belefonva az egészbe, de azt hiszem a színhasználat, amit itt látunk, az üdeszínek, az majdnem olyan, mint most a digitális világban, amit meg szeretnénk jelenteni, és nem hiába egyre inkább a régi hagyományos fényképészet kezd felértékelődni, egyre több kiállítás és egyre több árverésen már képértékekként kezelik a fényképeket. Pontosan ezért, hogy visszaköszön valami. Az emberek szeretnek a múltba visszatekinteni. Talán a realista festészet, és Magyarországon nagyon-nagyon erős volt a realista festészet, talán ez az, ami az embereket megfogja. A Semsei kastély újkori története elképesztő neveket jelent. Talán ezzel tartozunk a Semsei grófnak, hiszen ő is egy elképesztő nagy mecénása volt a magyar tudománynak, úgyhogy ha szeretnénk neki megfelelni, és remélem onnan fentről mosolyog rajtunk, hogy jó úton járunk, és igyekszünk az ő nyomdokaiba lépni. Ugyan mi nem azzal, hogy óriási pénzeket tudunk adományozni a tudomány számára, viszont igyekszünk idehozni helyben, hogy Veres Péterhez is hűek legyünk, azt minden szépet, minden nemest, amire érdemes eljönni itt Balmazújvároson és a környéken is mindenkinek. Magunkat mutatjuk meg, vagy pedig azokat a művészeket, akiket idehozunk? Magunkat is megmutatjuk, hiszen a kastély a miénk, és a város a miénk, mert aki más helyről látogat ide, akkor megismerheti Balmazújvárost, a balmazújvárosi lakosokat, és tudhatja azt, hogy milyen vendégszerető emberek élnek itt, és visszavárják őket. A balmazújvárosiaknak meg másokat mutatunk meg, hiszen elhozunk ide olyan kiállítást, amit lehet, hogy nem mennek el más településre megnézni. A város kultúrája, kulturális élete lehet kitörési pont a városunk számára? Így van, tehát ne csak arról ismerjék Balmazújvárost Magyarországon, hogy a sportban jeleskedik, vagy a sportlétesítményei egészen egyedülálló módon fejlődtek, hanem lássák azt, hogy nem egy szemellenzős városról van szó, hanem egymástól nagyon távol álló területeken is igyekszünk megismertetni a nevünket. Ha azon gondolkodnánk, hogy megtérül-e a munkánk, akkor nem tennénk semmit. Én úgy gondolom, hogy mind képviselő úr, mind a város vezetése azon dolgozik, hogy amit vállalt, és ami a saját belső indítatásából ered, azt megvalósítsa. És ezen az úton haladva tovább, nem beleszürkülve az életbe, az a célunk, hogy minél több mindent hozzunk ide a balmazújvárosiaknak, hogy lássák, hogy mi az, amit mi magunk is meg tudunk mutatni, és mi magunk is meg tudunk teremteni. Milyen nevek vannak meg a tarsolyban? Ez mindig baráti kapcsolatokon múlik, és olyan nemes gyűjtőknek a jó szándékán keresztül, mint Pák Imre vagy Thomas Emerling volt, akik nem azt látták egy Balmazújvárosban, hogy mit akar egy ilyen kisváros. Ugyan minek hoznék én ide egy Picasso kiállítást, vagy egy Munkácsi kiállítást, hanem azt látták, hogy van egy kezdeményezés, van egy törekvés a város vezetése részéről, és emellé odaálltak, mert megvan hozzá a alapjuk, tehát megvannak a gyűjteményeik, másrészt pedig értékelik azt, hogy egy kisváros is szeretne több lenni. Valójában ez a terem tényleg alkalmas mindenfélenek a kiállítására, úgyhogy én most nem tudom, hogy mit tudnék mondani, ugyanúgy lehetne egy kortársanyag, egy, mit tudom én mondjam, hogy keserű ilona, de ezt teljesen hasraütésszerűen mondom, mert bárkire gondolhatnék, akár az ő nemzedékéből, akár a még fiatalabbakból, de ugyanúgy gondolhatunk egy két háború közötti testőre, a Manovákra, szintén hasraütésből mondtam, így eszem bejut egyből. Azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen a terem alkalmas arra, hogy akármit ki lehessen benne állítani, meg kell találni a módját. Mit gondol, mi a véleménye, ha kis időutazással Semsei gróf most itt lenne, mit szólna ezekhez a díszes képekhez? Szerintem nagyon örülne neki ő is, és
bíztatna minket, sőt, talán azt hiszem, hogyha ő itt lenne, bár itt lenne, azt kell, hogy mondjam, akkor lehet, hogy sokkal könnyebb lenne ilyen csodálatos kiállításokat megvalósítani, hiszen támogatna anyagilag, mint ahogy támogatott nagyon sok mindent. Ez egy tulajdonképpen tényleg egy páratlan lehetőség arra, hogy megismerjék ezt az életművet, amiről leginkább csak olvasunk, mert ritkán látjuk.